jelentik. Vegyünk egy nagyon egyszerű hétköznapi helyzetet, hogy vitatkozik egy pároska, és az egyik azt vágja a másik személyhez, hogy miután megkérdezik, hogy mi a bajod velem, hát az, hogy nem vagy hozzám elég kedves. Ez egy szó, igaz? És neki az jelent valamit. És a másik ezt nyilván akkor tudja értelmezni úgy, ahogy az illető szánta, ha az ő számára a kedvesnek lenni, az ugyanazt jelenti, mint amit számára. Most erre, ennek az esélye, hát én ezt nem tudom kifejezni százalékban, de gyanítom, hogy igen minimális. Hát attól függ, hogy mind szocializálódott, ugye? Szappanoperán, vagy pornon. Hát igen. Ez legyen kedves hozzám, igaz? Igen. Én megadtam mindent, kedves voltam. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog, persze. Azért mondtam, hogy a szavak, mindig a szavak a kulcs. És mit tegyünk? Egy ilyen, mert szavakból élünk, tehát a kapcsolatok azért csak a szavakon keresztül szerveződnek igen, jelentős időmennyiségben. Tehát mit tegyünk egy ilyen kedves szóval? De Ildikó, te is, aki kapja marja. Persze, hogyha nem vagyunk tisztában önmagunkkal és a másikkal, akkor egyetlen egy dolgot tehetünk, nincs is több esélyünk, hogy elkezdünk beszélni róla. Te azt mondod nekem, hogy nem voltam elég kedves, most egy szituációs játék. Én pedig ugye erre válaszolhatok úgy, hogy de. És akkor itt befejeztük a beszélgetést. Mert te elmondhatod még, hogy nem, én meg azt mondom, hogy szerintem meg igen. Hogyha ezen túl tudunk lendülni, akkor te elmondod, hogy szerinted mi a kedves. És megkérdezed tőlem, hogy szerintem mi a kedves. Tehát lehetőséget adunk egymásnak, hogy elkezdődjön egyfajta áramlás. Tehát én kíváncsi vagyok arra, hogy te mit gondolsz kedvesnek, és elmondom azt is, hogy én mit gondolok kedvesnek, és ezt felvállalom. Na most ezt elképzeltem egy ilyen, tehát azért pár női kliensem és saját életem tapasztalata alapján nekem az ugrik be, hogy ezt nem szeretik, főleg a férfiak, a nők sem egyébként, de a férfiak aztán végképp nem, mert azt érzik, hogy olyasmit kész tőlük, amit nem tudnak megadni. Tehát... Tudod, mit nem szeretnek a férfiak? A számonkérést. Minél inkább férfi, annál kevésbé szereti a számonkérést. Ha olyat keresel, aki el van a számonkéréssel, akkor 3 hónap múlva azt fogod mondani rá, hogy töketlen, és már nem kell. Na, akkor itt álljon itt, idéznék nagymamától, jó? Ő egy nagyon bölcs székely asszony volt, és a következőt mondta, hogy bár a férfi a fej, de a nő a nyak, amelyik megmutatja, hogy merre nézzen. És akkor elérkeztünk mondjuk egy olyan fázishoz, hogy oké, akkor a bondságban, vagy a bond girlségben mi foglaltatik benne? Tehát igenis, nőként, hogyha megvannak a praktikáitok arra, hogy bizonyos célokat, érdekeket el tudjatok érni, akkor legyen meg arra is a praktika, hogy úgy tudjam inspirálni azt a pasit a kérdésemmel, hogy ő ezt ne támadásként fogja föl. Példát kérnék szépen. Én, mint nő, most nő lettem írtam, jó? Tehát az előbb voltam férfi, most itt lapozom, és előveszem az empatikus női oldalamat. Isten, ments! Pont, hogy férfiként válaszolj el, légy szíves! Hát férfiként? Hát hogy válaszoljak férfiként? Hát hogy kell ezt megoldani? Tehát én most teljesen hétköznapi nőként ülök itt, és engem ez érdekel. Jó, tehát hogy férfi szempontból mi az, ami nem bántó, vagy mi az, maradjunk ami nem ennél a helyzetnél, ami annyira tipikus, annyiszor hallottam egyébként, és velem is előfordult, ha nem ugyanezzel a szóval, hogy mert nem vagy elég kedves. Nem vagy hozzám kedves. És akkor ezt meg kéne oldani. Azt mondod, hogy beszélgessünk. Jó, elkezdek beszélgetni. Az én férjem nagyon-nagyon jól kommunikál, de még őt is felidegesíteném, szerintem, ha elkezdeném erről faggatni. Hogy na, mit értesz igen, az alatt? Igen, és... ott volt a pulszó. Most nem látjuk a férjed reakcióját. Így dobolt a széken. Tehát, hogy alapvetően ott volt a kulcs, ott megint kimondtad. Elkezdem őt faggatni. Te szereted, hogyha faggatnak? Típusok. Van a faggató, aki hozzá tartozik, az a zárkózott.
Tehát, uh-huh. hogy tehát párválasztás szempontjából mondod? Nem, ezek dinamikák, amik az emberekben létrejönnek. Tehát, hogyha te engem faggatsz, akkor én zárkózott leszek. Nem tudok más lenni. Tudok más lenni, hogyha kellő önismerettel rendelkezem, és felül tudok emelkedni ezen a dolgon. De alapban, hogyha átlagot nézünk, akkor, hogyha valaki faggat, akkor bezárkóznak. Akkor a partnere egyből zárkózott lesz. Hogyha valaki uralkodni vágyó típus, akkor az ő partnere az egy megfélemlített ember lesz majd. Jó? Tehát ezek kapcsolódási pontok, és nem lehet őket megkerülni. Tehát én választok, hogy én milyen vagyok, és abból, hogy én tudom, hogy mit választottam, már aki tudja, de aki tudja, hogy mit választott, tudja, hogy mit hozott létre a másik oldalon. Mert hogy ennek a komplementere jelenik meg egyből a másik oldalon. Nem, de akkor ezt már tudom, de még nem tudom, hogy oldjam másképp meg. Köszönöm szépen. Hogyan oldhatod meg másképp? Egy szituációban vagyunk, te most azt mondod nekem, hogy én nem voltam hozzád elég kedves. Igen. De hát drágám, mondd el, hogy miért nem, hogy csináltam ezt. Ezt itt abba hagyhatjuk azzal, hogy oké, rendben, szerintem kedves voltam. Te két dolgot tehetsz, ezt a dolgot elkezded magadban visszafogni és hagyni, hogy egy méreg zacskóvá váljon, vagy pedig azt mondod, hogy oké, ennek nem most van itt az ide, hogy ezt megbeszéljük. Hagyom, menjen el azzal a mondattal, hogy szerintem meg de. És egy teljesen más szituációban, aki nem vagyunk érintettek abban a helyzetben, előhozom. Az, hogy nézd, olvastam egy könyvet, és ez történt benne, és annyira szép, ahogy az egyik odafigyelt a másikra, ahogy meghallgatta, ahogy kíváncsi volt, ahogy kérdezte. Mit csinálok? Inspirálok. Nem utasítást adok, hogy mit csinálj, nem kritizálok, hogy csináltad szarul, hanem elkezdelek inspirálni. Inspirálni arra, hogy jó, hogy helyes. Hozzáteltem azt, hogy ez az, ami nekem is jól esik? Nem, mert akkor megint utasítasz. Ez megint utasítasz abban a pillanatban. Tehát akkor már rájövök, hogy te most engem manipulálni akarsz. Uh-huh. Miért nem manipulálni akarom? Tehát igen, azért... csak ne ennyire átlátszóan. Tehát, hogyha manipulálni akarsz, az megint csak egyfajta... De miért akarsz manipulálni? Tehát egy távolságtartást hoz létre. Helyesen úgy tudsz manipulálni, és a végén már nem is fogjuk manipulációnak hívni ezt a dolgot, hogy inspirálsz. Tehát mutatsz nekem egy olyan utat, amin én addig még nem jártam, és megmutatod, hogy mi a szépsége annak az útnak. Olyan, mint hogyha elhívnál mondjuk túrázni a Rám szakadékhoz, és én még életemben nem jártam ott. Bocsánat, van egy dolog itt egy ilyen, amit én nagyon fontosnak gondolok, hogy én akkor tudom őt inspirálni, hogyha biztosítékát látom, hogy olyat kínálok neki, ami neki jó lesz. Így tudom csak inspirálni. Tehát a fejemben lévő jó, még ha Rám szakadék gyönyörű is, az ő fejében nem meríti ki azt, hogy jó, akkor nem fog erre reagálni. De ezt te honnan tudod, hogy ki merítél vagy sem? Erről lehet egy koncepciót, hogy szerintem az jó neki, vagy szerintem nem. Most így nőnek föl a gyerekek, hogy az anya meg az apa elmondja, hogy szerinte, hogy jó. A gyerekek pedig úgy gondolják, hogy anya, apa, szerintem ez így nem jó. Mi a feloldás erre? Tehát, hogyha én harmóniába tudok kerülni a másik emberrel, inspirálni tudom, kreatív tudok lenni magammal és a másikkal, és itt a kreativitás szónál én majd még visszatérnék a magunk inspirálására, és akár ez a szexualitás területén, mert ez egy fontos dolog volt, ott eszembe jutott önbe. Szóval, hogyha én tudom őt kreatívan inspirálni, akkor egy csoda történik. Nem a szappanoperákban, itt történik a csoda, és ez a csoda a szimbiózis névre hallgat. És ez azt jelenti, hogy nekem pont az lesz a jó, ami neki is jó lesz. És neki nem azért lesz jó, mert hogy miattam akarja megtenni, mert hogy üzletet kötöttünk, én eltartalak, te megmosod az oknimat, meg legyen kaja otthon az asztalon, hanem érdekes módon szimbiózisba kerülünk, és benned és bennem egyszerre, egy időben ugyanaz a vágykép jelenik meg.
Egy kicsit olyan nekem, mintha azt mondaná egy ilyen, hogy kíváncsivá teszi a másikat, és így inspirálja. Tehát, hogy te legyél kíváncsi arra, amit én kínálok neked, amit én szeretnék. Nem kérem tőled, hogy legyél rá kíváncsi. Én csak mutatok neked valamit. És megadom neked az esélyt arra, hogy te mondhass rá igent.